Üdvözletem, flaszterezni fogunk. Két régi vendége, már úgy régi vendége, hogy már egy ideje nem voltatok, és az mindig jó, hogyha ti jöttök, méghozzá Bodnár Zsuzsával az Átlátszótól. Szervusztok. És Polgár Tóth Tamással a Debrecenertől. Sziasztok, köszönöm a meghívást. És ilyenkor az szokott lenni, hogy egyrészt akkumulátor, ez a bocs, ez dying, plecsni, másrészt meg hát Debrecen meg Vigyel. És akkumulátor. És akkumulátor, na hát igen, így. De én ezeket nagyon szeretem, mert nektek sokkal mélyebb és részletesebb a rálátásotok, mint ahogy mi igazi budapesti újság. Ti más tudtok. Szóval, igen, egyébként, hogyha kötekednék veletek, hogy valami, akkor nem azért van, hanem mert én azt nem én csinálom, azt a bennem lapuló Greta Thunberg, mert hogy így én tehát 25 fok fölött már rezeg a léc, 30 fok fölött, és 35 fok fölött az összes mutatón pirosban van. Úgyhogy. How dare you? Na, visszakapasztalod. Így születtem. Jó? Na. Amint nagyon fontos elmondani, hogy ugyan Zsuzsa jött, de az Átlátszó melléklet az nem. Nem. Ja, nem tudtad? Nem. Ja. Én így készültem. Ó, lállá. Mert hogy elromlott a nyomdagép, és a plusz 4 oldalt azt már nem tudták kinyomtatni. Újság lett, de Átlátszó melléklet nem lett. Jövő héten fogjuk. Vagyis jó? Jöjjek meg én? Hát valószínűleg ilyesmi fog történni, mert hogy az egy, ugye mi láttuk a tartalmat, hiszen PDF-ben láttuk, és egy jó kis erős csomót ki is írtam belőle, a cöfös támogatás például. Na mindegy. Szóval, hogyha ki várta az Átlátszó mellékletet, akkor az még egy hetet várnia kell rá. Gyanús nekem ez, nem? Pont most, ugye? Beindul a szuverenitásvédelmi hivatal vizsgálata, elromlik a nyomdagép. A Hortikorban ezt úgy oldották még meg, hogy üres lapok jelentek meg. Az is jó, de az nem jó, mert oda bármit írhatsz. Ez olyan sokkal feltűnő, ez olyan direkt, hogy... Azt hiszem, hogy oda is felgyújtották a szerkesztőséget. Ami az nem kell, már csak az, hogy még 3-4 napig ilyen idő legyen, és önmagától is meg fog történni. No! Kezdjük is ezzel, jó? Meg akkor folytassuk is ezzel. Ugye ismét egy remekbe szabott jogszabály van születőben. Hát, hogy is lehet ezt röviden összefoglalni? A független szerkesztőségek csesztetése, de ez az egész le van öntve a szokásos béke meg háborúpárti maszlaggal. Ugye arról szólna ez a jogszabály, hogy ez a szerkesztőség, vagy médiafelület, közösség, amely háborúpárti propaganda terjesztésére kap támogatást külföldről, akkor ezt a külföldről kapott pénzt vissza kell utalnia, tehát nem érkezhet meg ez a pénz. Mindezt azért, mert a kormány szerint vissza kell szorítani a háborúpárti propagandát. A dolognak nagyon-nagyon sok szépséghibája van, nem lehet elsütni ezt a egyáltalán frappáns mondatot, hogy apró szépséghiba, hogy, mert ez az egész egy totális szépséghiba, hogy mi a búbánat például az, hogy háborús propaganda. És én gondolkodtam ezen, és mondjuk én az Origót így, ahogy van. Ezt megfordulám, és akkor be is tolnám a háborús propagandába, mert ők gátlástalanul és cson nélkül, és gondolkodás nélkül is erkölcs és morál nélkül tolják ugye az orosz meglehetősen hasonlatos az orosz hivatalos vélekedésre, vagy kapcsolatos cikkeket, témákat, címeket, de hát nyilván nem erről lesz szó. De tényleg próbáljuk meg megfejteni. Én annyira jutottam közelebb egy kicsit a célhoz, mert próbáltam tényleg így összerakni, hogy a jogszabályban majd lesz valami. Gondolom ez egy szokásos fideszes ilyen gumi jogszabály lesz, amiben bármit bele lehet majd érteni. 23:59-kor ki fogja szerintetek megnyomni az entert? Biztos, hogy semmi. Semmi, vagy Kocsis Máté? Na, meg gyorsan. Megnézzük ki majd. És annyit lehet így nagyjából előre sejteni, amit a szuverenitásvédelmi hivatal egy ilyen felmérés, felkutatás, nem volt az semmi, na mindegy, kapcsán írt le, hogy háromféle vélemény van, az egyik az orosz szuverenista vélemény, tehát tulajdonképpen amikor Oroszország azt mondja, hogy meg kell védeni a
nem csak... Náciktól. Igen, aztán mindenki elfejtett, hogy az ukrán háború úgy indult, hogy egész Ukrajnát kell nácitlanítani, tehát itt nem arról volt szó, hogy ott azt a pár, de az egészet, úgyhogy ezt ne felejtsük azért el. Szóval, hogy Oroszországnak a biztonsági érdekében a NATO távol kell tartani, meg, tehát hogy ez a, ugye az orosz szuverenista. Aztán van a orbáni békepárti vélemény, és van a nyugati háború párti. És kész. Na most innentől kezdve meglehetősen könnyű lesz azt gondolom beletolni bárkit abba, hogy ő háborúpárti propagandát folytat. Például, az nagyon jó, az is háborúpárti propagandának számít, hogyha én azt írom le egy cikkben, hogy szerintem az orosz hatalom az nem állna meg egy győzelem esetén az ukrán határnál. Ebben a jelenlegi állapotában a jogszabálynak, tervezetnek, és amit a Szolidaritás Védelmi Hivatal ugye köré rakott, úgymond valamiféle értelmezési csomagolásként, ott már ez a gondolat, ez már háborúpárti propagandának számít. Ez most te mondod, vagy ez? Nem, ez ott a Szolidaritás Védelmi Hivatalnak van, csináltak egy ilyen, nem felmérés, mert mit mérnének ők fel, hát a fizetésüket minden hónap. 10-én, de hogy egyébként, igen, van egy ilyen hát kutatás, az se, vagy valamit csináltak ebből az egészből, hogy, és akkor ebbe állapították meg ezt a háromfajta véleményt, hogy szerintük ugye ez a három fősodrat van, és akkor innentől kezdve te baromira könnyedén belekeveredhetsz ugye a háborúpárti nyugatiba, mert minden az, ami nem az Orbánival, nem tudom, de hogy egyelőre ennyi a értelmezési keretünk. Úgyhogy erről tudnak beszélni. Na jó, de ez ilyen külpolitikai tematikájú cikkeket fognak csak vizsgálni, vagy más téma esetén teszel egy megjegyzést, hogy mondjuk az Orbán által békemissziónak nevezett tevékenység, és akkor az már háborúpárti, mert nem azt mondtad, hogy Orbán békemissziója, hanem tettél egy megjegyzést, vagy hát attól tartok, hogy attól függ, hogy ki mondja, hogyha én mondom ezt, amit most elmondtál, akkor az még nem a határeset, de mivel te az átlátszónál dolgozol. Értem. És igen. Hát te kész vagy. Hát nem véletlenül kutakodik honnálatok. Mi csak az vagyunk, aztán jöttök ti, tehát ebben nem reménykedik. Ez irónia. Tudom. Szerintem teljesen egyértelmű a helyzet egyébként. Tehát ugye Orbán Viktor békepárti, legalábbis most békepárti, azt nem tudjuk, hogy békepárti lesz-e később, és a mostani állapotát az békepártinak fogják majd nevezni. De most ugye békepárti, ami azt jelenti, hogy bármi, ami kritizálja esetleg, vagy kritikusan viszonyul Orbánnak a békepárti politikájához, az onnantól kezdve értelemszerűen háborúpárti. Jó, csak akkor azt magyarázd már meg, hogy minden tevékenysége a békepártiság, tehát a belpolitikai tevékenység és a békepártiság jegyében fogan, vagy természetesen, zajlik. Természetesen. Akkor minden világos, tehát akkor nem kell külpolitikai téma, bármilyen belpolitikai téma. Nem, tehát hogyha megírjátok, hogy gödön mi történik a Samsunggal, akkor értelemszerűen háborúpártiak vagytok. Jó, hát eddig is a kis téma az nemzetellenes volt, mert ugye a kormány politikájával ment szembe, de most erre még rájön egy háborúpártiság is. Értem. Minden háborúpárti, amire a Fidesz azt mondja, hogy háborúpárti, körülbelül ennyi a... De egyébként, ha őszinték vagyunk, ezekkel a fideszes gészségekkel tulajdonképpen teljesen felesleges szakmailag foglalkozni, igen, de tényleg, mert tök felesleges, és itt értelmezni, hogy ott majd a jogszabály, meg a keret, meg a izémit enged, meg majd a hivatal, tök felesleges, hiszen az egésznek nem valóságos a célja, nincs valódi célja. Egyetlen célja van az, hogy per pillanat az átlátszót, aztán meg bárkit, bármikor cseszegethessenek. Jó, de úgy sincs értelme, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal nem fog ilyen jogi dolgok belemenni, mert nincsen hozzá hatóköre. Tehát most, hogyha azon kezdünk vitatkozni, hogy valaki valamit mondott, és az háborúpártisága, már mondjuk ez nem történhet meg, de mondjuk egy bírósági tárgyaláson, de ideig nem fog eljutni a dolog szerintem. Hát ugye egyelőre még azért sötétben tapogatózunk, tehát én nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan fogják majd meghatározni azt, hogy mi a háborúpárti, és ami a legnagyobb kérdés nekem, hogy hogyan tudják azt az alaptörvénnyel és az uniós jogszabályokkal összeegyeztetni, hogy a szerkesztőségeknek kiutalt külföldi támogatásokat visszautalja a magyar állam. Ennek egyébként a mechanizmusa is nekem nagyon érdekesnek tűnik, hogy egy szerkesztőséghez beérkezett támogatás, hogy fog a magyar állam visszautalni.
de kizártnak tartom, hogy bármit lehet ezzel kapcsolatban, ami a magyar alaptörvény szellemiségének megfelel. Na, itt követed el a hibát, és itt követitek el a hibát, és én is mindig itt követem el a hibát, hogy elkezdem normális polgári demokráciában létező újságíróként így értelmezni a dolgokat, meg hogy megpróbál megfejteni, hogy majd mi történik. De ez tényleg nagyon nehéz ebben a NER dimenzióban, hát nem gondolkodni, ott nem kell, de hogy valamit kezdeni a történet. Igen, mert annyira abszurd a történet. Hmm. Tehát ez a maga szuverenitásvédelmi hivatal sem azért van, ugye, amit a neve mutat. Kizárólag az a célja, hogy ezentúl el lehessen mondani egyfajta ilyen eposzi állandó jelzőként, hogy az átlátszó, amely ellen a szuverenitásvédelmi hivatal vizsgálatot folytat. Vagy majd, hogyha megállapítanak valami, tök mindegy, hogy milyen baromságot, akkor majd el lehet mondani állandó jelzőként. Az átlátszó, amelyről megállapították hivatalosan, hogy külföldi érdekeket szolgál. Kész. Egyébként egyetlen szónak a hiánya okozza szerintem a félreértést. A szuverenitási hivatal nevéből az első szót azt lehagyták. Azt nem tudom, hogy van-e tippetek. Orosz. Azonnal összeállt. Azt tudjuk, tudod, az van orosz origó. De orosz szuverenitásvédelmi hivatal. Az origóban az O az elején, az az orosz. Egyébként, amit te mondasz, hogy eposzi jelzőt kap, most az baj-e vagy sem? Tehát most egyelőre én... Azt nem tudom, mert azt majd eldönti a társadalom, és a ti támogatóitok, és a szponzoraitok. De mivel a társadalom annyira szét van hasadva, szabdalva, és buborékokban élünk, hogy egyelőre ez a fajta jelző, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal által támadott átlátszó, az most inkább egy ilyen pozitív jelző. Hát a támadott a fideszes nyilvánosságban nem ezt a kifejezést használják. Na jó, de hát igen, de mi nyilvános? Ez a baj, hogy többféle nyilvános. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a... Senki nem igazából tudja. Ciki lesz majd így utoljára fölkerülni a listára. Akit nem támadnak, az lesz a ciki. Na jó, de az a baj, hogy és ezt a hibát is sokszor elkövetjük, hogy annyira abszurd a dolog, hogy röhögünk rajta. Én magam vagyok ugye a fő röhögő, én aztán olyan dolgokon is tudok röhögni, amiken nem kéne röhögni. Nagyon sokszor megkaptam. Én próbálok mindenen röhögni. Ezen is lehet. Csak aztán valahogy egy idő után elkezdenek úgy fordulni a jogi, meg a törvényi kerekek, hogy egyszer csak úgy kikerekedik egy fokkal szigorúbb helyzet, és akkor egyszer csak, mint a civil szervezetek is, hogy amikor volt ez a norvég alapos történet, azt, és mi lett belőle, tehát, hogy mekkora pusztítást végeztek a civil szektorban, tehát, hogy nem tudom, fogalmam nincs, mi lesz a társadalomnak a reakciója, a lelki úgymond reakciója erre az egész történetre. Maga ez a visszautalósdi törvény is igazából nevetséges pont azért, mert hát nem lehet megfogalmazni. De ami viszont komoly, szerintem, hogy már azban a pillanatban, hogy egy ilyen törvénynek, jogszabálynak az ötlete megszületik egy jogalkotó fejében, akkor én azokat a kérdéseket tenném föl 2024-ben az Európai Unióban benne. Sajtószabadság, szólásszabadság, véleményszabadság. Mert hogy még miért ne gondolhatnék bármit, akármit a háborúról. Tehát, hogy ha nekem az a hülye véleményem van, hogy a magyar haderőt holnap el kell indítani Ukrajnába, Bobrovnicki Kristóffal az élen természetesen, fehér lovon, hadd szóljon, és hátba kell támadni az ukránokat, hogy így szerezzük vissza a Kárpátalját, és erről napi 5 cikket írok, jó, de most akkor nem értelek. Akkor én egy hülye barom vagyok, azt miért ne? Most nem értelek, tehát ez arról szól, hogy te nem a saját fejedben született meg ez a zseniális gondolat, hanem te pénzt kaptál érte külföldről, hogy ezt írja. De én ezt pénzt kaptam egész külföldről. Más, és azért írod, nem a saját véleményed mondod, hanem uszítasz a barátaim, vagy mit tudom, a háború érdekében. Amerika Egyesült Államokban bejegyzett mindent vissza nem soha alapítványtól kapott ösztöndíjam finanszírozásával, írom ezt a cikket, sorozatot. Szerintem egyébként... De tök mindegy, milyen példát hozunk, nem az a lényeg, hogy miért ne lehetne egy háborúról bárkinek bármi a véleménye. Egyébként én ilyen szempontból majd azt, hogy liberális vagyok, de De meglehetősen megengedő vagyok, sőt, nagyon megengedő vagyok. Én azt mondom, hogy ha valaki hülye, akkor ott legyen hülye a nyilvánosság előtt is, azt mondja, a nyilvánosság kezd vele valamit. Sajnos időnként ezeket megválasztják miniszterelnöknek. De akkor is, tehát basszus. Én egyébként azt nem értem, hogy én teljesen meglepődtem azon, amikor ezt bejelentették, mert én azt hittem, hogy a brüsszelit a sorosista háborúpárti ellenzék nyerte a választásokat, hiszen a választások óta ellepték az egész országot
a toborzó plakátok, a Debreceni Egyetemen most indul például a katonai kiképzés, most vetik ki a multikra, meg a bankokra a védelmi hozzájárulást, tehát láthatóan erőteljesen készülünk a háborúra. Igen, de egyébként ennek is van egy pikantériája, hogy a maffia kormány védelmi pénzt kér, most már így azért beleálltak. Szerintem kell már itt tenizim is másolni. A rajongó közönség mindent megesz, úgyhogy tök mindegy. De ott keveredsz egy ellentmondásba, hogy ismét valamilyen logika, valami értelmeztető logika mentén próbálod az eseményeket megfejteni. Nem, ez békepárti, háborúpárti. Dupla gondol. Igen. De simán átmegy minden tényleg. Most szerveznek az MCC-n, Esztergomba lesz egy háromnapos ilyen konferencia, fesztivál, Ákos, tankcsapda, meg ilyenek, is tankcsapda, érted? Most esik le, basszus. Na, és hogy az egész tulajdonképpen erre a toborzás és honvédelem és e köré van szervezve. Egy gobronicka kis tufejéig ott fogja csapatni, úgyhogy remélem átkúszik néhány MCC-s lány lába között a limbó hintóra szigorúan természetesen. Hogy simán megfér a kettő, mert azt mondják, hogy mi békét akarunk, de a békén, de ezt mondta is már Orbán korábban, hogy tehát a békének feltétele az erős hadsereg. Így van. Így van. Fasz ki van, hogy ilyen fasság. De komolyan, az ember így, de meg 40 fok van mégis, tekergetni kell a maradék agyadat is, amit a NER nem zabált fel, hogy most akkor meg mennyire állj hozzá komolyan, nem állsz hozzá komolyan, akkor majd amikor te kerülsz bajba, akkor vagy, lehet, hogy... Nem, de szerintem az a helyes, amit csinálunk, tehát, hogy valamilyen szinten nevetségesség kell tenni, vagy bagatellizálni kell, bár nyilván már akkor is háborúpárt. Majd amikor összepacsizunk a rabszállítóba. Zsuzsa, szétröhögtük őket. Megcsináltuk. Okay, most beszéljünk a ti cikkeitekről. Egyszerűen tényleg nem tudom, ezek ilyen egyelőre marketing és propaganda bilogok lesznek, aztán reméljük. Jó, de most itt az történt, ugye, tehát az is történt, hogy ezt bejelentették, és utána a kormányinfon pedig azt mondták, hogy de hát azért nem tudjuk, hogy mi a háborúpártiság, mert majd az igazságügyi miniszter feladatot teljesítve ezt megfogalmazza, hogy mi ez. Tehát mi jelzünk valamit, hogy majd szeptemberben, vagy mit tudom én, mikor, hónapok múlva megmondjuk nektek, hogy mi a háborúpártiság, addig pedig féljetek. Tehát addig de félünk. De az is, igen. Jó, nem félünk nyilván, csak... Idézőjelben. De, és gondolkozunk, hogy mit akar. Aztán mondás, nem félelem, de egy rossz íze van azért a újságírói tevékenységednek, amikor az van a fejedben, hogy már megint ilyen hülyeséget fognak rád húzni. És lehet, hogy nem lesz ennek semmi következménye, meg nem lesz bántulás, nem arról van szó, hogy te szabadon és nyugodtan mondhatnád, amit szeretnél, hanem hogy kis ördög. Na mindegy. Na, tényleg beszéljünk a ti cikkeitekről, mert azért szerintem, amikor ti jöttök, mert akkor, ahogy az elején is mondtam, így jobban el tudunk mélyülni az olyan témákban, mint például az akkumulátorgyártás, mert hogy ennek most az, hát ennek mindig van apropója, de most az az egyik apropója, hogy én is voltam Bátor terenyén. Na, milyen ügyben? Hát azt mondom, hogy átutazás az kicsit rontja a gyakorlatnak a eredményét. Kéne ilyen púló egyébként, szövevájt Bátor terén. Megjártam. Nem, egyébként mindegy, mentünk a fiammal egy ilyen kört, ott a Mátrát megkerültük, meg elmentünk egész a Szilvásváradot, hogy tönkre cseszték ezzel a izével, Lóstadionnal, meg ott körülött a térkövezés. Én nagyon régen voltam, még akkor, na mindegy, na menjek-e Szilvásváradot, nézzék meg, hogy milyen a NER, amikor belendül. Szóval nagyon csúnyát jelentett a Magyarországon is akkugyárat működtető délkorai SK-on. 10/4 évben egymás után jelentett veszteséget, ugye amit leváltak az anyavállalatról. Ez azt jelenti, hogy nettó adóság ebben a 10/4 évben 2,1 milliárd dollárról 11,2 milliárd dollárra nőtt, és mindenféle hát a részvényesek ezt nem annyira szokták szeretni, ugye, mert ez nem úgy tűnik, mint hogyha ebből osztalék keletkezne valahogy. Szóval, hogy mindenféle ilyen megszorítás, meg ilyen-olyan intézkedéseket jelentettek be. És ez magában is elgondolkodtató, de már beszéltünk korábban róla, hogy ugye az elektromos autók gyártása az nem egészen azt az ívet húzza, amit a Orbáni bejelentésekkor, hogy mi leszünk az akkumulátor gyártó nagyhatalom lehetett látni, mert hát ilyen fránya ez a kapitalista piac. Nem is tudom, kik lehetnek a háttérben. És akkor közben meg Bátony terenyén meg
piaci helyzet van, úgyhogy a kettőt azt kössük össze. De más jellegű helyzet van, mert ugye ott újra indul az akufeldolgozó, és ugye akufeldolgozóra mekkora is szükség van, hogyha az SK kevesebbet termel, egyébként valószínűleg a Samsung gyár is kevesebbet termel, a CATL még nem termel. A CATL az többet is fog egyébként termelni, mint amennyit eredetileg bejelentettek, mert ugye B-re állnak egy akku összeszerelő üzemet, amit az InPark épített. Impact, az már el is készült egyébként. Aha, uh-huh. Tehát azért hamarosan ott is elindul, szóval hogy ezekre a feldolgozókra szükség van. És ugye most azt mondta a hatóság, hogy mindent rendbe talált Bátony terenyén, megfeleltek a feltételeknek, és akkor újra indulhatnak. Na most az a furcsa ebben, hogy hát azért ez nagyon sok szempontból hibázik. Most azzal szembeállítani, hogy Németországban egy ilyen gyár ilyen módon el se indulhatott volna, mert hogy olyan engedélyek kellenek hozzá, amiket Magyarországon nem tettek kötelezővé, tehát környezetvédelmi és katasztrófavédelmi engedély kell egy veszélyes üzemhez Németországban, de hogy az eljárás is jóval hosszabb, mert hogy ugye nem kiemelt, nincs is ilyen, hogy kiemelt beruházás, közmeghallgatást kell tartani, szakértői anyagok készülnek. Ezt itt is megcsinálták, nem? Online szokásos. Nem lehet, ja. Már online sem tartanak közmeghallgatást, tehát írásba tehetsz észrevételt. És a közmeghallgatás is elmaradt, mert olyan sok észrevétel érkezett a türingiai 8000 észrevétel, és ott a hatóság azt mondja, hogy ezt mind meg fogja vizsgálni, és mind meg fogja válaszolni. Tehát én azért írtam a cikkbe, hogy fényévekre van tőlünk, vagy egy másik bolygón van ezek szerint Németország, és egyébként ott is küzdenek a lakosok azzal, hogy lobbizik a város polgármestere, hogy legyen, mert ugye iparűzési adó van belőle. Tehát nyilván van, akinek van célja, de mit tudom én, és azért azt hadd hangsúlyozzam, hogy ide jöttek a németek, meghallgatták a Bátony terenyei, meg a Szigetszentmiklósi lakosokat, felvették, riportot csináltak, levetítették, és ott akkora sokkot okozott, hogy a tervezett ipari parkban három üzem cégvezető azt mondta, hogy ezt ide, hát akkor mi elmegyünk innen. Ez egyébként nagyon súlyos. Tehát ez azért súlyos. Én ezen döbbentem meg, tehát hogy ott odáig el tud jutni, hogy cégvezetők állnak ki az ügy mellett, vagy az ügy tehát ellen. Ez nem valamiféle csak lakossági kötözködés, hanem mondom, szakértők álltak bele, itt meg nincs de hát itt már nyilván akkor annak nagyon komoly marketing ára lett volna, hogyha ott maradnak ezek a cégek. Tehát akkor ott nagyon komoly társadalmi elutasítottság kell valami történik. Egyébként nem zárult le a dolog, tehát vizsgálja a hatóság, és állítólag ősszel folytatódik majd maga az eljárás, de már a koreai sajtó, és erre akartam megfelelni, az SK-ról legalább van, tehát ő kiad ilyeneket, hogy csökken a termelés, a Sanjil esetében csak a dél-koreai sajtóból találtam meg ilyeneket, hogy 7,8 milliárd dolláros veszteség volt állítólag abból, hogy le kellett állítani a magyar üzemeket, és most marhára ki vannak akadva, hogy a magyar hatásra a német dolog se akar beindulni. Tehát én azért azt gondolom, hogy végre egy első olyan tiltakozás Magyarországon, amit a sajtó megírt, és amit feltártunk, és amiben a pártok is beleálltak, meg a lakosság, és Bátony terenyén még győzött is az a polgármester jelölt, aki ezt tematizálta. Szóval, hogy végre egy olyan esemény, ami az európai német közvéleményre is hat. Nyilván azért, mert oda is akarnak egy ilyet, és akkor a saját érdekeiket védik, tehát azért nem érdekmentesen. De hatottunk ezek szerint a magyarországi botrányok, azok kikerültek, és témák Türingiában. Meglátjuk, mi lesz belőle. Szerintem ezzel egyébként nem volt gond eddig sem. Tehát az egy újdonság, hogy társadalmi hatása van, hogy tiltakozás kezdődik a magyar tiltakozásoknak a hatására. Uh-huh. De azt azért már lehetett látni eddig is, hogy tájékozódni igyekeznek a magyarországi ügyekről, uh-huh. az valamilyen formában az akugyártás által érintett országok. Igen, de például tehát, hogy megnézed, akkor mik a Pércsi anyák szinte heti szinten adnak nyilatkozatokat különböző külföldi sajtótermékeknek. Igen, ez igaz, egyébként mi is adtunk a Gödön, másrészt meg a német sajtót nézve, szóval a német sajtót azért a kínaiak nyomulás érdekelte, tehát a debreceni gyár koreaival olyan nagyon nem foglalkoztak, most kezdenek el foglalkozni a koreai cégekkel, mert azért ott sok koreai cég van. Tehát ez ilyen ellentmondásos, ez a Kína szerepvállalás ebben az elektromobilitás történetben, hogy most le akarják nyomni, nem akarják, milyen szerepet akarnak neki adni. És mi helyzet, mi kell pélcsen?
Miket Pércsen éppen ittként beszéltük, hogy az országos átlagnál magasabb támogatottságot szerzett a Fidesz az EP választáson, és a fideszes polgármester, aki egyébként érdekes módon az Akugyár ellen állt ki, és támogatja is a Mike Pércsi anyákat, őt újra választották a polgármesternek. De végül is akkor itt nincs ilyen szempontból ellenmondás. Nem, tehát ezt valahogy... Valahogy ezt így áthidalták, ezt az ellentmondást a Mike Pércsi választók. Hát nézd, a Fidesz országosan akarja, Orbán Viktornak ez az álma, de a mi polgármesterünk annyira tökös, hogy az országos politikai akarattal szemben is minket képvisel, azt szerintem az egy elég nyomos érv helyben. Hát azért nem helyben. Az országos akarattal szemben, szóval... Hát még annál is durván. A Mike Pércsieket most egyébként valószínűleg két dolog foglalkoztatja elsősorban akut témában. Az egyik a Holmes Hungary Kft-nek a szennyezése. Ők még januárban követtek el hulladéggazdálkodási szabályszegést, ami miatt egyébként kaptak is egy szűk 2 millió forintos bírságot. De ez az, amikor beleengedték kijutott a Kisgulyói csatornába. Uh-huh. És van. A választás előtt titkolták, és utána hozta, emlékszel erre. Igen, bár a kormányhivatal azt mondja, hogy ők minden határidőt betartottak, és nem vették figyelembe a választásnak az időpontját, de igen tény, hogy azt hiszem, hogy májusban született a határozat a május eleje felé, de ebben már bizonytalan vagyok. Csak június 9 az elrendeléséből, a bírság elrendeléséből, igen, és aztán csak június 11-én, 12-én, valami ilyesmi környékén hozták nyilvánosságot. Jó, de mondjuk, hogy beengedték a személyzőnyomot a vízbe, tehát egy igen. Nagyon durva jogsértés. 2 millió forintos büntetés ismét elrettentőre jönnek. Viszont a kormányhivatal a Zerda Szerda Debrecen csoportnak az adatigénylésére azt válaszolta, hogy az állat és a növényvilág károsodását nem tapasztalták, tehát azért megnyugtató hírek vannak megint. Ugyanez volt, mikor felhabzott a tűzoltó, valamilyen tűzoltóanyag a gödön, ugye, és akkor kiderült, hogy titkolták, de hogy ez a Samsungból került ki, és az egész gödi csatorna rendszerbe az volt, akkor azt mondták, hogy azért nem probléma, mert állatra és növényre nem került, hanem csak valahol ott az aszfalton. Kikerült-e a élőszervezeteket? A másik újdonság az, hogy a CETL, ami ugye a legnagyobb akugyár Debrecenben, ezt azért érdemes mondani, mert hogy két ilyen teljes értékű akugyár épül Debrecenben, és ezek mellett még további 5 akkuiparral kapcsolatos üzem, tehát összesen 7 ilyen üzem épül Debrecenben. Na, ezek közül a legnagyobb, a CETL, az már most másodjára kérvényezte a környezethasználati engedélyének a módosítását, amiben azért vannak érdekességek. Polgármester, az első érdekesség szerintem éppen az, hogy kijelentette ezt be, mert ezt nem a cég kommunikálta, hanem Papp László fideszes polgármester volt az, aki ebből egy Facebook posztot adott ki, és ő ebben azt hangsúlyozta, hogy az NMP, ez ugye egy magzatkárosító, súlyosan környezetre és egészségre veszélyes oldószer, hogy ennek a kibocsátását ezt lecsökkentette a CETL, de mondjuk arról nem beszél, hogy mi van a vízfelhasználással, hogy mi van a... De bocsánat, pont azt mondja, hogy csökkent a vízfelhasználás. Azt mondja, és azt mondja, anyák már cáfolják. A dokumentáció szerint nem csökkent. Igen, és hogy a szürke vízfelhasználás mint tényt említi, és közben pedig egyszerűen ez egy technológiai kísérlet, tehát nem biztos, hogy megvalósul. Tehát olyannal dobálóznak, amit még nincs is alapja. Tehát nem igaz, hogy újra hasznosítják a vizet. Mert hogy ide nagyon-nagyon magas tisztaságú víz kell az akkumulátorgyártáshoz. Tehát én erre mondtam azt, hogy a Papp László magának tulajdonítja a sikert, és azt mondja, hogy szigorítjuk, és mindenre odafigyelünk, és az ördög a részletekbe rejlik, mint mindig, mert hogy a Mike Pércsi anyák ezeket cáfolják, de szóval ezek nagyon-nagyon lassú, sziszifuszi munkák a civilek részéről, mert és ez már mondjuk érdem már, hogy a fideszes vezető az nem mer már olyasmit kijelenteni, hogy nagy vízfelhasználású lesz, vagy környezetre veszélyes lesz, hanem azzal kell operálnia, hogy de mi mindent megteszünk, hogy ebből a sok veszélyes anyagból a minimális kerüljön csak ki. De ha ez így van, hogy nagy mennyiségű tiszta vízre van szükség,
Hány gyár lesz végül is összesen? Aki... Összesen 7. Ami konkrétan akkumulátorgyár, az 2, ahol cellagyártás fog majd zajlani, de további 5, ahol valamilyen akkumulátoripari... Szeparátor, ez mind vízigényesek. Vagy akkumulátorok, az alumínium alkatrésze. Hát itt a lényegi kérdés. De hogy már szürke víz sem tűnik úgy, de mégis csak akik oda tervezik ezeket a gyárakat, igen, csak gondolkodnak ilyenbe, tehát most igen, nem fogom a puszta közepében lecsapatni a 600 milliárdos akugyáramat úgy, hogy tudom, hogy ott nem, nincs víz. Nem? Fábián István, a Debrecen Egyetemnek a volt rektora, aki egyébként vízkémikus, ő pont ezen akadt ki nagyon, hogy beszélnek itt szürke vízről, amikor Debrecenben szürke vizet konkrétan sehol nem gyűjtenek. A szürke víz az ugyanis az a szennyvíz, ami nem tartalmaz fekáliát. Tehát a kormány a kommunikációjában, és ezt átvette egyébként a CETL is, meg átvette nagyon sok másik cég is, az önkormányzat is, összekeveri a szürke vizet a tisztított szennyvízzel. Uh-huh. Tehát itt tisztított szennyvízről beszélünk. Na most ez megint egy érdekes kérdés, hogy éri meg a gyáraknak majd tisztított szennyvizet használni, ami elvileg drágább kéne, hogy legyen, mint a sima csapvíz, hiszen olyan mértékben kell megtisztítani, tehát ahhoz, hogy ipari célra föl lehessen használni, ahhoz sótalanítani kell, ez nem egy egyszerű folyamat, ez egy költséges folyamat. A másik pedig az, hogy kifizeti majd ennek az infrastruktúrális hátterét. Mi? Egyébként kiadhatja a matek, a gazdasági matek azt, hogy megérje még úgy is, hogyha drágább vizet használsz, ha olcsóbb a munkaerő, ha mondjuk bizonyos előírásokat nem, hogy nem kell betartani, de nem is léteznek, nem kérik számon, nem kapsz büntet, tehát hogy kijöhet a állami támogatás, a telket olcsón vagy ingyen kapod, iparűzési adókedvet, tehát hogy összességében kijöhet az, hogy megéri Magyarországon. Csak mondom, hogy ha maga az egyik alapvető összetevő hiányzik, vagy nem összetevő, hanem szükséges anyag maga a víz, a tiszta víz, akkor miközben hát valamilyen csak oda tervezik ezt a rengeteg ízégyárat, tehát meg mit van a... Nem hülyék ők se, no, ez röviden. De hogy majd kiderül. Program, vagy azt tagadják egyébként, hogy közel lenne hozzá. Az tény egyébként, hogy a CIVAKVA program keretén belül a Tiszának a vizét, ugye keletén keresztül, keleti főcsatornán keresztül, azt juttatják el Debrecenbe, de elvileg ezek a vezetékek, amik most jönnek a CIVAKVÁN keresztül, ezek nem lesznek arra alkalmasak, hogy a gyárakat ellássák vízzel, nem is ott fogják vezetni majd ezeket a vezetékeket. De ettől persze lehet még a keletiből további vizeket is hozni. Most megközben eszem jutott, amit a Zsuzsa is mondott, vagy semmit ketten együtt mondtok, hogy ha azt mondja a polgármester, vagy azt írta a Facebook posztjában, hogy csak szürke vizet használnak, vagy nagy mennyiség, vagy jelentős? Nagy mértékben. Te meg azt mondod, hogy nincs is szürke vízgyűjtés, akkor... Mert össze-vissza használják a szavakat. Igen. Tehát elkezdték tévesen használni, és következetesen kitartanak mellette. Tehát amit ők szürkevíznek neveznek, az a teljes, szennyvíz, totális lakossági szennyvíz tisztítva. Tehát abban van fekália. Igen. De értelemszerűen megtisztítva. Így és van. Úgy használják, de ez nem a szürkevíz. Ez nem a szürkevíz. Jó, akkor az lesz, hogy a Debrecenben készült akkumulátorokkal szerelt autó büdösek lesznek. Nagyon egyszerűen, igen. Én ezt valahol lehet tudni, tudod, melyik kibaszott Trabantszak, bár meg biztos egy jó debreceni Tesla. Na. Szóval, nem, ez a, de gyönyörű, nem? Tehát az, hogy a csávó, hogy ó, szinte csak szürkevizet használunk. Az olyan, de nincs. De szinte csak azt használunk. Bátonyban egyébként még annyit, hogy ott milyen esetek voltak? Egyébként ott volt... Minden is. Ja, képzeljek el, akkumulátor feldolgozó üzemben előfordulható. Jó, de hát csak azért mondtam, hogy sok minden, hogy ott szabály... volt az, amikor kimentek az ellenőrök, és ők is rosszul lettek. Igen, tehát, hogy olyan erős hordószerszak volt, az attól volt, hogy az udvaron is tároltak hordókba ilyen nem tudom miket. Az átlátszó melléklet majd jövő héten megjelenik, és akkor ugye át kellett írnom egy picit a cikkemet, mert hogy a cég az Abasáron is tárolt, tavaly nyáron derült ki, írtuk meg, hogy ott vannak a hordók. Most a polgármester úr, az abasári nagy örömmel jelentette valamikor a választásokon, igen, hogy viszik egy év után, viszik el innen, és ott van. Aha. Tehát a Heves-megyék kormányhivatal lehet, hogy ma már nem, tehát lehet, hogy ma már elszállították, de hogy háromszor még is szabott bírságot a vállalkozóra, hogy nem vitte el, tehát július 1-én még ott volt. És ez ennek a cégnek a tulajdona.
Ezek a polgármesterek kicsit jobban odafigyelhetnének most már a kommunikációra. Szerintem azt is érdemes megemlíteni, hogy milyen mértékű bírságok. Mert ugye az egész... Hát a 2 milliós, az jó példa. Az egész akúipari mizériának az egyik rákfené az, hogy nem szabnak ki normális bírságokat a hatóságok. Tehát persze. Bármit lehet csinálni, igen, egy maximum egy pár milliós bírságot. A munkavédelmi bírságot azt megemelték, hogy maximum 100 millió forint lehet, de valahogy azóta nem szabnak ki ilyen nagy bírságot. Tehát az utolsók a 10 milliósok voltak, akkor az volt a határ. Másrészt meg például itt az abasári ügyben nem találták meg, tehát aki vállalkozó elvitte, annak nem volt hozzá engedélye, de ő vitatja azt, hogy neki ezt ki kéne fizetni, mert ez a cég tulajdona, a Szentgyörgyi cég tulajdona, tehát fillért nem fizetett. Tehát itt most azt mondod, hogy kevés a bírság, de amikor kikérem azt, hogy befizették, akkor azt mondják, hogy hatósági eljáráson folyamat. Tehát az sem biztos, hogy ezt a kevés bírságot beszedi a hatóság. Ez annyira magyaros, nem? Vagy nem is magyaros, ez is, de annyira kelet-európai, hogy tudod, hogy elektromos autózás, zöld jövő, így látod, azért tényleg, az ki ült már elektromos autóba, azért tényleg adják ezt a high-tech feelinget, és egy kicsit úgy érzi az ember, mint hogyha a nem gázpedál lenyomásával így belehasítana a jövőbe, közben meg az udvarra kibaszva a hordók, nem? Én azt gondolom, hogy ez nem csak magyar, tehát hogyha te látsz egy olyan cég honlapot, amin pillangók röpködnek a zöld mező fölött, akkor kezdjék gyanakodni, és ez nem csak magyar, hanem mondjuk távol-keleti cégek, de lehet, hogy a németek ezt nem csinálják, de szóval azért ez egy technika, hogy minél szennyező vagyok, annál inkább úgy állítom be magam, hogy... Nyilván csak tényleg az kötődne hozzá az emberek, aztán annyi. Egyébként olyan is van, hogy éppen a külföldi cégnek a kommunikációja buktatja le a magyar önkormányzatnak a kommunikációját. Amikor a Hámsz Hungary Kft-nek kiderült a környezetszennyezési ügye, akkor a debreceni önkormányzat kiadott egy közleményt arról, hogy ennek a cégnek, a tevékenységének nincsen köze az akkumulátorgyártáshoz. Hogyha fölmentek a Hámsz Hungary Kft-nek a honlapjára, ott az About Us, tehát a rólunk menüpontban, ott van, hogy az egyik fő termékük akkumulátor alkatrészek. Az egyik. Jó, és akkor Bátonyban az, hogy újraindulhat a termelés, vagy az a feldolgozás, az mit, azt jelenti, hogy miket kellett kiküszöbölniük, és akkor mit állítanak ők, hogy miket küszöböltek ki? Na, tehát itt arról van szó, ez nagyon fontos, hogy ők hulladéggazdálkodási vétségek miatt kapták ezt a felfüggesztésre szóló határozatot. Tehát ők nem követtek el úgymond környezetszennyezést, nem volt katasztrófavédelmi probléma, bármint kérdezted, hogy mi volt korábban, hát azok voltak katasztrófavédelmi problémák, mert felrobbantak a gépek, de hogy azt megoldották, stb. Tehát megteremtették a feltételét, hogy el tudják helyezni a cuccost ott, és hát az a bűzlő valami, amiről én nagyon sokat írtam, és amit hamis kóddal láttak el, hogy ezt olyan többen nem fordul elő, ezt megígérték. És csak a Facebookon kommunikáltak a nagy érdeművel, mert ott írták azt, hogy mi úgy szeretnénk működni, hogy folyamatosan emeljük a kapacitásunkat. Tehát, hogy nem rögtön a legnagyobb kapacitással, hanem nagyon rendes tőlük. Igen. Jó, hát vigyázó szemünket akkor majd oda betett. Bátony terenyiek, ott laknak közel, ez sem nincs messze a lakóvezettől, tehát a lakótelepről állátnak, úgyhogy ott van lehet a Lacsi telepnek az alján a gyár. Hát igen, ha bemész a centrumba. Ha te ott jártál el a Mátrába, akkor az a 21-es út, a Bátonterényi ipari park szélén mindig átmentem, mert én mindig útba ejtettem a víztározót, és akkor azért ott... Aha, akkor elkanyarodtál, igen. No, Debrecen. Maradunk. Ugye az a hír járja, nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy mi van, pontosan, általában azt így, mindig így kommunikálják, hogy akkor mégiscsak Debrecenbe viszik a közlekedési múzeumot. Ti mit tudtok erről? Hát először is az, hogy Debrecen az ország másik fővárosa, az is jól mutatja, hogy a Flasterben több hír kapcsán is Debrecennel foglalkozunk. Mi csesszük el, igen. Mi nagyon jó, fontos város, nem csak azért mondom, mert hogy ott lakok. Igen, úgy néz ki, hogy a BMW mellé fog majd költözni az új közlekedési múzeum. Hol van ugye a város? Központhoz képest. A BMW az a város északnyugati gazdasági övezetében helyezkedik rá. Ezt azért mondom így, hogy északnyugati gazdasági övezet, mert ez már a város külterülete. Tehát ki kell menni Debrecenből ahhoz, hogy eljusson valaki a BMW gyár területére. Egyébként több kilométert kell megtenni, tehát annyira nagyon nincs is közel a városnak a lakott részéhez. Na és akkor oda akarják majd tenni valahova arra a környékre a közlekedési múzeumot. Közlekedési múzeum. Igen, mondhatnám azt is, hogy közlekedés generáló múzeum.
mert hogy nem csak azért, mert hogy mondjuk az ország többi részéből, mondjuk nem csak a nyugati, hanem a központi részeiből is ide kell majd jönni Debrecenbe, hogyha valaki, mondjuk iskolás csoportok meg akarják nézni ezt a múzeumot, de még ugye Debrecenből is kifele kell menni hozzá. Tehát ez is egy teljesen felesleges extra forgalom generálás. Miközben ha, egyébként... Debreceniek sem értik ezt, hogy, hogy miért, azt én, miért tudom. Ezt próbálom én is meg, én is. De lehet rekölteni 150 milliárd forintot, mert ennyit irányoztak elő. Én tudom, hogy alapvetően a lopás alapú fejlesztési logisztikája van a magyar kormánynak, de hogy ha már, és ezt annyiszor felteszem ezt a kérdést, ha már lopnak, akkor legalább valami jót csináljanak közben, nem? Tehát, hogy akkor legyen épüljön, szépüljön, mint ahogy látjuk abban a mémbe, de akkor érted. Nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy lopjanak, és nem azt jelenti, hogy örülök neki, hogy lopnak, és hogy támogatom. De hogy akkor mi a bánatért kell elvinni a azzal nincsen gond, azzal nincsen gond szerintem, hogy Debrecenben létesül egy új múzeum. Azt nem értem, hogy miért Budapestről kell mindent elhozni, ami Debrecenben létesül. Tehát miért nem lehet azt, hogy Budapesten megmarad valami, és Debrecenben is létesítenek egyet. Egyébként persze, simán. Persze. Tehát, hogy bőven van annyi tartalék a magyar hát mi jármű, csak ki kell menni az utcára, tudod. Ja, ez fia vicc volt. Nem, hogy tényleg lehet, simán lehetne két gyűjteményt is összehozni, két tematikával akár. A másik meg az, hogy olvastam is talán a Népszavától egy olyan cikket, ami arról írt, hogy új múzeumi negyed lesz majd Debrecenben. Szó sincs új múzeumi negyedről, mert ezek olyan távolságra vannak egymástól. Ugye most a városnak van egy múzeuma, a Déri Múzeum, hogyha azt valaki szeretné megnézni, és majd az újonnan létesülő, ugye szintén Budapestről importált természettudományi múzeumot, annak el kell majd mennie a Nagyerdőre, és hogyha majd az új közlekedési múzeumot, akkor ki is kell majd menni a városból. Mm. Tehát véletlenül se úgy csinálják meg, hogy mondjuk ha egy győri iskolás csoport meg akarja nézni a természettudományi múzeumot, meg valami más programot is, akkor esetleg össze tudják kombinálni, hogy akkor már minden debreceni múzeumot egyúttal nézzünk meg, mert minden évben nem lehet egy kirándulás Debrecenben megszervezni. És egyébként nem tudom, a kedves nézők közül kiárta, nem tudom, mi volt ez az északi járműjavító ott a opera mellett? Az hát az jó, oké, megérdemeltem annyi év után. Na, hogy nem volt rossz kezdem magocska, vagy nem tudom mi, tök jó a helyszín. Ugye én akkor voltam először a gyerkőcökkel, amikor még alig volt benne pár jármű, és így megnyitották egy kicsit, hogy na majd valami ilyesmi lesz. És már akkor is, hát nyilván nem esett le rólunk a gatya, mert ilyen oldtimer, mert találkozókra járunk, meg ilyen vasútmániás vagyok voltam. De mégis a hangulata, a helyszín, az baromi jó volt. Utána csináltak már egy részletesebb kiállítást, ott már egész szép mennyiségű jármű volt, de az is ilyen alkalmi volt. Abban már lehetett látni azt, hogy itt baromi jó dolgokat lehet csinálni. És még a tervek szerint ugye átépítették volna, meg itt tudom, de már is elpattant rá nem tudom hány milliárd forint egyébként. És akkor ez most megy a levesbe. Igen, igazából. Igen, és ugye az egész onnan indult, hogy Liget projekt, és oda is megtervezték, és aztán Vitézit kinevezték, akkor a Vitézi úgymond rájött, hogy az mégsem. Egyébként most olvastam el egy korábbi posztját, ahol elmondja, hogy de hát nem baj, mert itt marad a Magyar Innovációháza, vagy itt fog felépülni a Magyar Innovációháza, ami hál' Istennek nem épült fel. Hát Debrecenben a déli gazdasági övezetben még van hely az akugyáról. Figyelj, de ez olyan, mint egy Moldova novella, mert hogy megtervezik a Magyar Innovációházat, de nem készül el, mert ellopják. De ez maga, tehát az, hogy nem készült el, az maga a Magyar Innováció. Nagyon rossz indulatú. Tökéletes. Nem, realista. Mondjuk ilyen Debrecenben is bőven van, tehát az intermodális központ, ugye a vasútállomás és az autóbuszpályaudvar összevonása, amit már baromi régen terveznek, annak a tervezésére elköltöttek egy majdnem 800 millió forintot. A közgyűlésen, amikor ezt valamelyik ellenzéki képviselő számon kérte a polgármesteren, akkor ő elmondta, hogy de nem gond, mert ez uniós pénz volt. Ja, hát az meg ugye így, az meg úgy van. Ez olyan most jó, nincs, milyen jó most mondat, ez így elhangzott. Igen. 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 Egyébként nem hol van? Pénzünk, nem szó szerint így volt, de ez volt a lényege, hogy nem gond, mert ez uniós pénz. Hogy egyébként hol van, de mondjuk ennek én is utána nézhettem volna, vagy utána kérdeztem volna, csak ugye nem vagyok a téma szakértője, ennek se.
semminek se, ezért vagy publicista, hogy a korábbi gyűjtemény azzal mi lett, hova lett vajon? Nem itt lehet tudni, azért elég komoly. A motor gyűjtemény az nagyon, szerintem nagyon komoly volt. Kósa Lajosnak valami. Ja, hogy izé, hát én azt nem láttam, hogy egy ilyen 1912-es csonkán jönne alala, azért kicsit izé komolyabban tolja, bár így, hogy megbukott ugye az örökösödési ügy. Ha tartják, akkor az is rengeteg pénz. Az űrhajó is ki volt állítva, igen, még csomó minden. Tehát, hogy az egy komoly volt, a Petőfi csarnokban repülőgépek, minden. Ha majd valahol viszonlátjuk. Ez most már le van ütve egyébként, ez a debreceni sztori? Vagy? Hát nagyon úgy néz ki. Tehát azzal, hogy most már nem csak kommunikálnak arról, hogy lesz valamilyen kísírtak egy pályázatot, így már azért sanszos. Bár tehát tekintve, hogy már nagyon sok ilyen megvalósulatlan beruházás volt, azért mérget ne vegyünk rá. Hát a MotoGP pálya is milyen szépen megépült. Ha belegondoltak, azért ez ilyen végtelen, ez nem pénznyelő, ez pénznyerő, nem? Tehát megtervezed, megvalósítás, minden, nem itt lesz. Puff, átrakod, ott is nyilván újra kell tervezni. Megint tanácsadók, kommunikáció, stáb, reklám, marketing, ilyen lesz, olyan lesz. Oké, de nem itt. És akkor ezt így lehet körbe. Kicsit olyan. Vándorkiállítás. Csak ugye a múzeum nincs meghozzá. Kicsit olyan, mint a ilyen 18. századi francia felvilágosult filozófusok, nem? Hogy folyamatosan, nem, hanem hogy a folyamatos tervezés. Igen. Persze semmi nem tud belőle megvalósulni. De az a legnyomon követhetetlenebb pénznyelő. Tehát amikor csak mindenki csak ilyen szakértői, meg tanácsokat ad, meg elemzéseket ír, meg Excel táblázatokat gyárt, ott lehet mert azt a legnehezebb, mert ha azt mondod, hogy ide fogunk építeni egy 80 emeletes innovációs közlekedési múzeumot, és csak 40 emelet, akkor 40 hiányzik. De amíg csak izé van, papírtologatásod. Excel gyárat kell építeni. Excel. Hát ezt nevezzük izé miniszterelnöki hivatalnak. Na, figyú, köszönjük szépen. Zsuzsa, te most elmondhatod azt a... még el nem volt soha, hogy mi lesz a jövő heti átlátszó melléked. Mert reklámoztad, amit is reklámoztad. Hát ugye van a Bátony, és de ez egy nagyon hosszú is részletes, nem csak erről szól. Hát, a Magyarországot és Németországot és az eljárásokat összehasonlítjuk, és aztán van egy kitűnő cikk arról, hogy a pedofil botrány harmadrendű vádlottja, Gábéla, táboroztathatott. Ugye? És hát mivel ez ugye, a havonta megjelenő, vagy legérdekesebb havi cikkeinket írjuk, abban már benne van az is, hogy milyen reakciók születtek, vagy milyen válaszok születtek a kormányzati narratívában erre vonatkozóan, hogy nem is tudták, meg ez egyházügyi történet, meg mit tudom én. De lényeg, hogy valamiféle fideszes kapcsolatai lehettek. Biztos, hát persze. Hogy persze. Akkor ezt így megúszhatta. És aztán a Katus Eszternek megint ott a kitűnő cikke arról, hogy elbábozzák a tendereket, azt is nagyon ajánlom. És most hirtelen úgy teszem, mert ilyenkor szoktam puskázni melléklet. Igazából van átlátszó melléklet, csak kíváncsi voltam, hogy megy a fejből. Nem tudom, van még másik. Nem megy fejből. Hát van ez az izé, ezt már én kiírtam, hogy majd esetleg beszéljünk róla a CÖF. A Fidesz párt alapítványától 60-70 millió forintokkal. Hát ez meg Erdély Katalin írta, tehát hogy ott van a 60-70 milliós ténylegesen a támogatás. Annyira, amikor ilyen pártpénzeket tolnak bele az álcivilegbe, az nem számít. Ha te azt írod, hogy... De nem külföldről jön, bocsánat, mert hogy ők hazafiak, és azért támogatják. Tehát ez volt a válasz a kormányinfón, mert most végig szenvedtem. Tehát sajnos ez jogos. Külföldi, ezzel nehezen az már idegen szívű. Jó, elengedtem, igazuk van. Van ez egy rendes pénz. Jó, ez kell. És akkor magyar hang továbbra is. Jeszenszky Géza, nagy interjúnk van, átlátszó melléketünk nincs, nem miattunk, de jövő héten lesz, megígérjük, és akkor jövő héten vagy te vagy a királyér, akkor is mit várunk, hogy ugyanezeket a témákat ugyanígy elmondjuk. Nem ez lesz. És akkor mit kell olvasnunk a Debreceneren, mi a helyzet? Na még van egy nagyon érdekes cikk. Lesz egy cikk. Melyikre gondolsz? Hát a tanár. Pedagógus? Igen, arról beszéljünk már, mert ez nagyon izgalmas. Jó, rendben. A CÖFÖN felül írta. Ajánlom mindenkinek ezt is olvasásra. 10 millió forintot nyert egy debreceni tanító a debreceni tankerülettel szemben, egy munkaügyi perben. Zeke László debreceni ügyvéd nevét kell nagyon hangsúlyozni, aki tavaly heteken keresztül igyekezett győzködni a pálya elhagyó pedagógusokat, hogy ha már egyszer úgyis elhagyják a pályájukat, akkor tegyék azt úgy, hogy egy rendkívüli lemondással éljenek, arra hivatkozva, hogy ugye nem fizetik ki a tankerületek rendszer szinten, tehát ez egy országos probléma,
a túlóra díjaikat, tehát a helyettesítési pótlékaikat. És ezek a pótlékok önmagukban egyébként ilyen néhány tízezer forintot jelentenek. Itt ebben az ügyben talán 70-valahány ezer forint volt. Viszont rendkívüli lemondás esetén, amikor súlyos szerződésszegést hajt végre a munkáltató, akkor jár végkielégítés, és a végkielégítés mellett távolléti díjat is kell fizetnie a munkáltatónak. Ez ebben az esetben kamatokkal együtt egy körülbelül 10 millió forintra rúgott, és még ezek mellett a tankerületnek fizetnie kell egy több mint 500 ezer forintos perköltséget, és van még egy 500 ezer forint körüli tétel, ez most hirtelen nem ugrik be, hogy micsoda. A tankerületnek több mint 11 millió forintjába került ez az ügy. Tehát ez szerintem nagyon jó, hogy valaki végig merte ezt csinálni, és az érdekérvényesítést végig csinálta. De rajta kívül senki, ez egy ügy. De erről az egy ügyről tudunk. Aha. Igen. Mert azért ez kockázatosnak tűnhetett valóban ott akkor, mert ugye az a lény, ahogy így... De ugye a rendszer eleve pályai elhagyó. De hogy a rendszer szintű pénz nem kifizetés miatt, ami olyan kis összeg, de mégis benne van a rendszer szintű hibázása a rendszernek, és akkor ezért tud... Érdemes belegondolni, hogy mi lett volna, hogyha többen megpróbálnak beleállni. Hát ha nem is minden pedagógus, de akár csak a pedagógusok 1%-a beleállt volna. Akkor beleállt volna a költségvetés is az utal földbe, még jobban, mint ahogy eddig beleállt. De voltak nyertes perek, csak nem ilyen szintű a túlóradi ügyben. Azt gyakorlatilag mindenhol megnyerik. Azt mindenhol megnyerik, igen. És azért az jó, csak ennek is országos hírnek kéne lennie. Tehát gyakorlatilag ingyen dolgoztak a pedagógusok. Egyébként itt is azért van ennek nagy jelentősége, amellett, hogy kiállnak az érdekeik mellett a pedagógusok. Ugye ez nem egy nagy tétel, de a perköltség az már sokkal jelentősebb. Tehát itt a tankerületek egyébként súlyos milliókat fizetnek. Gondoljunk bele, egy-egy ügyben több százezer forintos a perköltség. Igen. Na most itt a vége. Fussel Véle, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszi, hogy jöttetek. Jövő héten újra megpróbáljuk. És nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszi.